Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Csak a hangod annyira lágy, hogy ennyire lágy. Szia Miklós! Szerintem. Tudományos és fantasztikus élmények Miklóssal, aki egy, fizikus. Kettő, igen, igen. És Magdi valaki biodísz lett. Sádám. És általában valaki nem. Aki egyik, igen. Szóval most a Star Trek fizikájáról fogunk beszélgetni itt a Parallax és kerekasztal. Te a fizikáról, én a Star Trekről, jó lesz? Jó, jó, ez tekintetében. Ez majd úgy fog kinézni, hogy tényleg mi biodíszletként tőlünk, Miklós meg tart egy előadást, nem, ne aggódjál, nem. Viszont ugye eredetileg azt terveztük, hogy úgy a féregjáratokról, időutazásról, ilyesmikről beszélgetünk. Kitérünk más Star Trek fizikai dologra? Hát ez rajtatok múlik, én szerintem... amiről akartok, de én úgy tudtam, hogy ezekről fogunk. Jó, figyelj, engem mindig érdekelt egy kérdés, már 1986 óta érdekel egy kérdés, hogy vajon tudok-e úgy időutazni, hogy egy Klingon harci madárral begyorsítok a nap körül, mint Superman megfordítom a Földet, és akkor ez valamilyen hatással lesz az időre. Aha, és milyen hosszúságú választ szeretnél? Hát figyelj, még van egy 40 percünk, jó. Kb. 45. Hát a gyors válasz az, hogy nem. De az érdekesebb válasz az, hogy azért érdekes dolgok tudnak történni akkor, hogyha mondjuk egy forgótest körül mozog az ember. És akkor bolygótestekre gondolok persze elsősorban. Tehát az egy érdekes kérdés, hogy azt gondoljuk, hogy amint egy csomó ilyen science fiction mögötti fizikával kapcsolatos ilyen ismeretterjesztő előadásokban, vagy könyvekben előfordul. Mindig ez a szöveg, hogy ami görbíti a teret, az a tömeg. Ugye ezt szokták mondani, hogy ugye a görbült téridő, ami nyilván sokat fogunk róla beszélgetni. De az egy érdekes kérdés, hogy, és ugye amikor majd arról beszélünk, hogy hogyan lehetne esetleg térhajtóművet csinálni, ott is ugye az a lényeg, hogy nem csak a tömeg görbíti meg a téridőt, hanem úgy általában az energiasűrűség is, aminek a tömeg csak egy formája. Tehát például, hogyha leraksz ide egy pohár vizet, akkor nyilván annak van valami tömege, és kimutathatatlan mértékben görbíti maga körül a téridőt, ami ugye azt jelenti például, hogy mivel van tömege, ezért, hogyha közelebb viszel hozzá egy nagyon-nagyon pontos órát, ezért, és messziről nézed, akkor azt fogod tapasztalni, hogy az az óra lassabban jár. Mert hogy ugye ez az egyik érdekes következménye ennek hát, vagy ugye, az általános relativitás elméletnek, de azt akarom mondani, hogy ha viszont fölmelegíted abban a pohárban a vizet, tehát energiát pumpálsz bele, akkor még jobban görbíti a téridőt, mert növeled az energiasűrűségét abban a pohárban, és ebben nem szoktak belegondolni, és ugyanúgy abba se, hogyha elkezded megforgatni azt a poharat, ugye a forgási energia is az energiának egy formája, tehát akkor az még jobban görbíti a téridőt. Tehát az a vicc, hogy két ugyanolyan tömegű bolygó, hogyha az egyik forog és a másik nem, akkor a forgó körül más, úgymond például idézőjelben messziről nézve, lassabban múlik az idő, mint a nem forgó ugyanolyan bolygó körül. Volt egy ilyen Voyager rész, emlékeztek, a gyorsan forgó furcsa bolygó, vagy hogy volt ez? Bizony. Igen, igen, és akkor a Supermanes történetet, vagy amikor ugye az van, hogy Clark Kent... Most lebuktatod, hogy ő Superman? Ó, basszus, nem, de elnézést. Hát a beszélgetés spoilereket tartalmazhat. És ez a Maze Galadárban is volt ilyen rész. Maze Galadárban is előfordult, hogy visszafele tekerte? Nem, hogy gyorsabban pörgött a... Igen. A Maze Galadár. Szóval... A Maze Galadár, nem. Szóval képzeljétek el azt az esetet, hogy ugye a föld körül gyorsan keringő Superman, ugye az is lényegében megváltoztatja a téridő görbületét azzal, hogy ő ott...
körbe-körbe kering. És mármint ugye azt csinálja a filmben, hogy ezzel ő annyira gyorsan megy vissza, hogy a föld forgásának irányát is megváltoztatja. Persze ebből még nem következne, hogy visszafelé múlik az idő. És ugye a kronológiai védelmi elvek vannak, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ami a téridő görbületével kapcsolatos, meg az energiasűrűséggel, meg hogy hogyan múlik az idő az ilyen-olyan rendszerekben, ugye ott mindig arra jutunk, hogyha megnézi az ember az egyenleteket, akkor lehet olyan megoldása is, ami sértheti az okozat elvet. A nagypapa paradoxon. A nagypapa paradoxon, igen. A nagypapa paradoxon esete ugye az, hogy amikor az ember visszautazik az időbe, és mondjuk lepuffantja a saját nagypapáját, vagy legalábbis mondjuk a gyerekbaráta verzió, hogy rábeszéli, hogy ne jöjjön össze a nagymamával. A lényeg, hogy akkor az időutazó ugye meg sem születik, és akkor ugye ez egy paradoxon. Vagy a másik verziója ennek, hogy a jövőből valaki elhozza az időgép tervrajzát, és akkor én most itt feltalálom az időgépet, és akkor tök jó, de akkor honnan van az információ? Amúgy a nagypapa paradoxon ugyanez, hiszen ott a genetikai információ jut vissza. Vannak olyan vissza a jövőbe verziók, amikor ugye megpróbál összejönni a saját anyukájával a srác. Szerencsére ugye ez nem történik meg. Egészségedre. Ez nem megpróbál összejönni. Igen. Az anyukájának tetszik. Az anyukája akar összejönni. Igen. De egyébként ezt a paradoxont a Star Trekben volt, ahol nagyon lazán kezelték. Az átlátszó alumínium feltalálójának gyakorlatilag odaadták a képletet. Halló, kompjúter? És akkor ugye az a kérdés, hogy odaadhatják-e az átlátszó alumínium képletét, és erre azt mondja, hogy honnan tudjuk, hogy nem ő találta föl. És akkor, hogyha ez így van, akkor valójában soha senki nem találta föl az átlátszó. Igen, szóval a zárt időhurkok létezhetnek-e igazából, ezt így lehet így jobban hangzóan megfogalmazni. És az a vicc, hogy amiről eddig beszélgettünk így nagy vonalakban, ugye az, hogy a különböző tömeggel meg energiával rendelkező részei a világegyetemnek képesek arra, hogy megváltoztassák az idő múlásának ütemét, és akkor ebben az ezt leíró egyenlet, elmélet az einsteini általános relativitás elmélet, és annak bizony léteznek olyan teljesen korrekt megoldásai, amik sértenék ezeket a nagypapa paradoxont, meg ezeket az okságot. Tehát úgy tűnhetne, hogy tényleg van olyan megoldás, például ilyen féregjáratok és hasonló megoldások, amik úgy tűnik, hogy sérték. Tehát ugye ez nem azt jelenti, hogy ez tényleg van. Tehát attól még, hogy valami egy jó megoldás, ez nem azt jelenti, hogy a valóságban tényleg megtörténik, és egyesek pont azt mondják, hogy ebből is látszik, hogy ez még nem a végső elmélet, és azt várják, hogyha majd meg lesz a kvantumgravitációnak az elmélete, amire a DJ azt szokta mondani, hogy majd 2030 vagy 2060 nem tudom hányba adják érte a Nobel-díjat majd ki, szóval az még ráér, hogy az meglegyen. De a lényeg... Elhozz egy időutazó és odaadja neki. Na ez az, hogy ők azt mondják, hogy abból fog majd kiderülni, hogy az ilyen megoldások miért nem jó megoldások, tehát hogy ez a kiábrándító megoldás, hogy az időben visszafele utazást, bár vannak olyan megoldásai az általános relativitás elméleteknek, amiből ez úgy tűnik, hogy lehet, de mivel az még nem a végső elmélete a mindenségnek, ezért sokan arra fogadnak, hogy majd lesz olyan elmélet, amiből majd aztán kijön, hogy ezek mégsem helyes megoldások, vagy mégsem fizikai megoldások, mondjuk úgy. Nekem két kérdésem lenne rögtön. Egyrészt, hogy tudtok ezzel a széken ülni? Mert én nem tudok sehogy se ülni rajta. A másik meg az, ami komoly. Miniszoknyám. Ja, értem. Ez a titka. A operatőr kollégára nézek, hogy jó felvételek készülnek. Köszönöm szépen. Szóval a másik kérdésem viszont az, hogy itt már beszéltünk, beszéltél a féreg járat, vagy a térhajtóműről, és ugye azért térhajtóművet sokféleképpen lehetne készíteni, vagy legalábbis ezt a hatást elérni, amit a térhajtóművel el akarunk érni, a gyors utazás módját, fényfeletti sebesség utazásának módját, és most csak röviden kérlek, hogy egy kicsit a itt helyet foglaló közönségnek és a tévéképernyő előtt ülőknek, kérlek foglald össze, hogy pontosan mi is az a térhajtómű, illetve ami fontos számomra kérdés, hogy ha mondjuk egy féreg lyukat használunk erre a technológiára, akkor az önmagában hogy nem tudunk időutazni.
De Magdi is akart valamit beleszúrni. Hogy foglald össze, mi az a térhajtómű, hogyan tudnánk készíteni egyet. Jó, oké. Okay. Magdi hát, GPT. Mi sem egyszerűbb. Ugye a helyzet a következő. Ugye ez releve két csak rész... ZH lesz belőle, csak szólom szóval. Két részre bontanám a kérdésedet, mert ugye amit a Star Trekben, amennyire én tudom, mert nem vagyok egy ilyen nagy trekker, de azért azt tudom, hogy... Csak már évek óta ezzel kínzunk, igen, és igen, már... Igen, igen, szóval az már úgy kiderítettem, hogy ott van ez a Warp Drive nevű eszköz, ami nem féregnyukak nyitásával oldja meg a problémát, bár az is egy megoldás lehetne, de azt majd akkor később beszéljük meg. Most nézzük a Star Trek félébb verziót. Ugye ott az a mondás, hogy visszatérve az Einsteini általános relativitás elméletre, ugye az a helyzet, hogy ugye van ez a természetes sebességkorlátozás, a fénysebesség, aminél gyorsabban nem lehet haladni. Ugye elsőre úgy tűnik, hogy ez elég rossz hír azoknak, akik mondjuk, mit tudom én, néhány ezer fényévre szeretnének utazgatni. Ugye a Star Trek az jellemzően ugye azért a galaxison belül zajlik, ugye, de tehát ott akkor mondjuk, de akkor is, hát hogy a galaxis, hogy mit szomszéd kvadránsba, vagy mit tudom én, mibe át akar menni az ember, akkor az még mindig egy ilyen laza 50 ezer fényéves. 70 ezer fényév, hát szegény Voyager. Hát igen, nagyjából 120 ezer fényév az átmérője a teútrendszernek. Na, szóval, hogy hát az mindenképp egy baromi nagy távolság. És hát ez azt jelenti, hogy még a fénynek is annyi ideig tartana átérni, és ugye persze az a helyzet, hogy amikor az ember tömeggel rendelkezik, már pedig mi mindannyian tömeggel rendelkezünk, még ha, ebből ugye az következik, hogy mi még lassabban haladunk át, mert... Ádám, még ennél is lassabban. Hát az a kérdés persze, hogy mennyi energiával gyorsítjuk fel az adott ember, de az biztos, hogy... Tök jó, hogyha az ember a fénysebesség 99,9%-ára fel tud gyorsulni, mert például, ha egy ilyen fantasztikus űrhajóval mész, ami fel tud gyorsulni mondjuk ilyen sebességre, az tök jó, mert akkor jön az idődilatáció, ami azt jelenti, hogy ugye te nem öregedsz úgy, mint ahogy a földiek észlelik ezt az egészet, ami marha jó, mert mondjuk lehet, hogy te akár a 2 millió fényévre levő Andromeda ködbe is elutazhatsz. Most ezt azért mondom, mert hogyha majdnem fénysebességgel mész, amit ugye nem tilt az általános relativitás elmélet, csak bazisok energia kell hozzá, de ezt nem tiltja. Tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk te a fénysebesség 99,9%-ával mész, és valahonnan szerzel rohadt sok energiát, ami lehetővé teszi, hogy ilyen sebességre felgyorsulj, az marha jó, mert akkor azt lehet, hogy te csak, mit tudom én, egy fél napnak, vagy egy-két napnak fogod megélni azt a kívülről nézve 2 millió éves utazást. Csak ugye az a baj, hogy a Star Trekben azt is látjuk, hogy nyilván nem ezt a módszert használják, hiszen ott létezik egy egységes időszámítás. Tehát nyilván nem az történik, hogy ilyen össze-vissza idő dilatálnak a különböző szereplők a galaxis különböző részeiben, mert akkor természetesen okságilag, meg logisztikailag ez így nem nagyon működne. Úgyhogy nyilvánvaló nem a szokásos értelemben vett hajtóművel mennek, vagy ha igen, akkor az az impulzus hajtás, vagy micsoda, ugye olyanjuk is van, az lehet, hogy egy konvencionális hajtómű. Viszont a kérdés mégis az, hogy hogyan lehetne egyszerre megoldani ezt a problémát, hogy akár idézőjelben gyorsabban haladni, mint a fény, másrészt meg hogy lehet megoldani azt, hogy ne legyenek ilyen idő problémák. Na és akkor erre 1994-ben írt ez az Alcubierre nevű mexikói fizikus egy cikket, amiben találta a relativitás elmélet egyenleteit kielégítő olyan megoldást, ami megkerüli a problémát. Mert az igaz ugyan, hogy a lokális rendszerhez képest, tehát ahol éppen vagyunk ebben a kis területhez képest, én nem tudok gyorsabban mozogni, mint a fény. Viszont ugye ez a téridőben mozgó objektumokra érvényes ez a sebességkorlátozás. Ugyanakkor a téridőt, azt ugye, ahogy említettük már, lehet gyűrni, csűrni, csavarni mindenféle energiasűrűséggel. És akkor ugye itt a szokásos, iszonyatosan elkoptatott és rossz, de azért nem teljesen használhatatlan hasonlattal élve, ugye mindig azt mondjuk, hogy a téridőt azt egy kicsit érdemes úgy elképzelni, mint egy gumilepedőt. És van egy ilyen szabály, hogy mondjuk a gumilepetőhöz képest a rajta levő közlekedő dolgok, mondjuk a pöckölt üveggolyók vagy ilyesmik nyilván nem mehetnek egy bizonyos sebességnél gyorsabban, de azt nem tiltja meg az elmélet,
hogy megfelelő energiasűrűséggel ne tud magad alá gyűrni a gumilepedő egy részét. Nagyon hasonlóan ahhoz, hogy az ilyen Looney Tunes meg egyéb rajzfilmek, hogy lehet látni néha, hogy próbál egy helyben szalad a lényecske, és akkor közben maga alá gyűri a szőnyeget. Meg ilyesmi, de most ezt kell kb. Fordítva elképzelni. Tehát az a helyzet, hogy lehet olyan energiasűrűséget kreálni, legalábbis elméletileg, ami képes arra, hogy bár az ember a lokális rendszerében nem sérti meg a fénysebességet, de az univerzumnak az előtte levő részét úgymond maga alá gyűri, miközben a hátra levő részét a téridőnek kitágítja. Tehát ő maga egy helyben áll. Hát a lokális rendszeréhez képest, vagy legalábbis nem áll egy helyben, de mindenképp lassabban mozog, mint ahogy a fény. Mint amit a fénysebesség, vagyis a lokális sebességkorlátozás megenged. Tehát nem tudom, hogy ezt értjük-e, hogy itt ez a Mohamed és a hegy esete, tehát csak ez most ugye pont fordítva. Tehát itt tényleg az van, hogy érdekes, hogyha ha meg van tiltva, hogy te oda menjél a gumilepedőn adott idő alatt, akkor húzd magad alá a gumilepedőt. És az az érdekes, hogy hát ez nagyon elnagyolt hasonlat persze, szóval ennek azért bonyolultabb ennél a lényege, de tényleg ennél jobbat nem tudtam kitalálni rá, mint hasonlatot. De az a vicc, hogy matematikailag van ilyen megoldás, ezt találta meg az Alcubierre, ami 1994-ben, tehát az a 30 évvel ezelőtt. Ugye ez azt jelenti, hogy úgy tudod magad alá gyűrni a téridő szövedékét, persze, hogy kell csinálni óriási energiasűrűséget, ami azt jelenti például, hogy jó sok tömeget kell kis helyre összepakolni, de mint mondtuk, és ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, hála Istennek, ugye például a fekete lyukra szokták mondani, hogy ha nagyon sok tömeget összepakolsz egy nagyon pici helyre, akkor ott keletkezik egy fekete lyuk. Hát igen, de nem csak tömeget lehet odapakolni, az is lehetséges, hogy valami kis helyen óriási energiasűrűséget létrehozol, olyat, hogy az lényegében annyira begörbítse ezt a gumilepedőt, hogy távolabbi részét közelebb húzza hozzád. És ez a hatás effektíve gyorsabb, mint a fénysebesség. De ehhez az is kell, és ez a nehéz az egészben, hogy az Alcubierre még azt a megoldást találta, hogy ahhoz, hogy ez tényleg egy ilyen idézőjelben messziről nézve úgymond haladó buborék, téridő buborékot hozzon létre, ahhoz az is kell, hogy a haladási irány, a ellentétes irányba, tehát az ember mögött meg negatív energiasűrűséget kell létrehozni. Na most ezzel az az aprócska probléma, hogy az energia, de negatív energiasűrűségű anyag nincs. Úgyhogy ez egy szomorú hír, de viszont a jó hír az, hogy 2024-ben egy Erik Lenz nevű német fickó, tehát pont idén, vagy lehet, hogy már tavaly, de én idén olvastam, szóval ő talált egy olyan megoldást, hogy ugyanilyen haladó, ilyen szolitonnak nevezett téridő buborékot lehet végül is elvileg létrehozni, csupa pozitív energiasűrűségből. Tehát ez olyan, mintha egy cunami hullámszerű hullám haradna végig ezen a gumilepedőn, és lényegében ezzel utazik az ember a buborékon belül úgy, hogy közben lokálisan nem sérti meg azt, hogy a fénysebességnél nem megy gyorsabban. Úgyhogy ez a megoldás. Na, egy kicsit eltértél, de az jutott eszembe még korábban, hogy mennyire érdekes, hogy ugye az Enterprise űrhajó 1966-ban is térhajtóművel repült, tehát haladt a világűrben, de 1994-ig kellett várni, hogy legalább az elmélet, mert ez nem technológia, de hogy az elmélet legalább megszülessen hozzá. Hát igen, de ez azért volt szerintem, mert ez az ember ez nézte akkor a TNG-t. Tehát, hogy valószínűleg az történik, hogy ugye így visszahat ez mindig, mert ez már egy csomó fizikust, meg mérnököt már gyerekkorában az inspirálta, hogy már látta akkor, és akkor elkezdett azon gondolkozni, hogy... Mert tényleg hát ez akkor ment. Tehát valószínűleg éppen akkor, mit tudom én, relativitás elmélettel foglalkoztak, és akkor valakinek kajálás közben eszébe jutott, hogy figyelj, mi kéne ahhoz, hogy tényleg legyen egy olyan térhajtóbű, mint amit láttam múlt héten a tévében az Enterprise-on. De milyen érdekes, bocsáss meg, hogy epizódikusak vagyunk, mert ugye egy panel beszélgetés, következő beszélgetés, de van egy átívelő szálunk, a Star Trek adta inspiráció, ami az előző beszélgetésben is előjött, ott egy kicsit más témában, technológiák nyilván előjön, ugye a kommunikátor, mint a segíts, Motorola telefon, vagy... Tablet.
Igen, szóval, hogy azért sok minden van, amit pár éve olvastuk ezt a tricorderes cuccot, hogy valaki valamelyik chipgyártónak, Qualcomm talán annak az alapítványa adott, nem tudom, rengeteg pénzt arra, hogy egy ilyen 13 életjelet, 13 dolgot mérni képes tricordert kifejlesztenek. Még azóta se hallottunk róla, biztos jól elköltötték Dubajban, de szóval... Én annak 2014-ben már kezdtek ilyen kampányt csinálni ennek. Téged is hívtak rá? Vagy? Nem, akkor egy Star Trek-onon voltam kint, és lehetett fotózkodni, és a plakátokat megversenyeztették, ami nyilván rajongók voltak, de hogy ezzel népszerűsítették egyébként ilyen, mi ez, amikor így finanszírozzák a projekteket, tehát külsős finanszírozású projekt. Pályázat? Az a startup, tehát a startup projektet indítottak rá, csak ugye ez volt a háttere, hogy így a rajongók beálltak fotózkodni, és nyilván osztották meg a képeiket, hogy minél többen szavaznak rájuk, de közben meg ez egy startup dolog volt, és nem tudom, annak is mi lett a vége. Arra emlékszem, hogy akkor volt. Meg az jutott eszem, igen, ez egyébként érdekes, de majd egyszer csak berobban, hogy lett egy tricorder, lett ez lesz. Lehet, ez 10 éve volt. Végül is nem tudom, mennyi idő kell egy ilyennek a kifejlesztéséhez. Figyelj, nem tudom, egy Star Trek filmhez minimum 15 év, de lehet, hogy több, szóval ki tudja, hogy a technológia és a tudomány hol tart. Na de Miklós, hol tart a tudomány és a technológia ebben a helyzetben, hogy mennyire, mi a legnagyobb lőtség, amennyire ismered a Star Trek univerzumot? A Parallaxis állandó hallgatói tudják, ezért nektek azért elmondom, hogy Miklós így érintőlegesen ismeri azért a Star Trek világát. Tényleg ezzel kínozzuk most már hosszú évek óta, kellett neki több Star Trek témában megszólalnia, tehát azért valamennyi rálátásod van, de szerinted mi az abszolút legnagyobb lőtség, ami tényleg egy elképzelhetetlen hülyeség? Hát ez nehéz kérdés, mert ugye azt, amit említettél az eredeti sorozatból, vagy nem is arra utaltál azt a részt, amikor a bálnás, vagy mi volt ámbrás ideje, amikor közel repülnek a naphoz, és ezzel fordítják meg az időmúlását. Most vetítjük majd mindjárt. Nagyon jó. Hamarosan. Na, hát szerintem az. Tehát ott már ott jó előle. Tehát igazából... A Bounty-val. Az lehet. És ugye hát az mi az? Az 60-as, 70-es évek? Ez mi? Az már 80-as évek, tényleg? Na, jó. Hát... Mikrofonba magad. Na, hát szóval, igen, én azt hiszem az. Tehát most mondta a Magdi, hogy mondjam azt, hogy a teleport, meg a lesugározni, de szerintem igazából nem. Tehát és az nem annyira fizikátlan. Tehát részecskéket, úgymond kvantum teleportáció, meg minden. De aztán is felépíti újra hát a biológiai szervezetet. Ez egy nagyon érdekes kérdés, persze, de korán sem tartom akkora blödségnek, mint azt. Úgyhogy, figyelj, simán szar helyzetbe hoznak, mert ezt nem beszéltük meg, de akkor beszélj már erről, ha tudsz így hirtelen, hogy mi lehet, tehát ez egy olyan szituáció, mint a szingularitás fel fog robbanni, mert nincs $100 egy fizikus hallgatóra, hogy valamit kitaláljon, vagy ez egy tudatos dolog, és meg lehetett volna akár ezt, hát technoblablával, de tudományosan valahogy jobban magyarázni annál, mint ahogy Superman megkerüli a Földet, ugyanúgy az időutazást a Bountyval, a nap körüli gyorsítás. És ott van egy ilyen blabla, amit ugye Spock lenyom, hát hogy óriási, miket kell számolnia. Igen, emlékszem erre. Hát... Amit megsatszol, igen. Te satszolsz? Hát időben visszautazni, mondom, hogyha... Eleve az időben visszautazás. Igen. Hát ez a lényegi kérdésed, nem? Igen, tehát, hogy ez egy... Erre csak azt tudom ismételni, hogy a relativitás elméletnek van olyan, vagy általános relativitás elméletének van ilyen kronológiát sértő megoldása, ami valószínűleg ki fog derülni, hogy nem fizikai, de... És akkor már átköthetünk a féregjukra, amit szintén behoztál, mert például az lehet erre egy ilyen megoldás. Mármint azzal, hogy egy forgatókönyvírő hogy oldja meg a problémát. Ugye van ez a... Ugye a féregjárat az megint egy olyasmi, hogy olyan téridőgörbület, ami igazából hát ennél jobban ezt a hasonlatnál féregjárat, igazából nem is tudom elmondani, hogy micsoda. Tehát tényleg két olyan távoli eső pontját köti össze a téridőnek, amelyek amúgy szokásos módon ugye nagyon messze lennének egymástól, és fontos mondani, hogy ez a téridő, tehát ez nem csak a tér, hanem a téridő, ugye ez összefügg is a kettő, ugye igen. És akkor ugye elképzelhető ilyen megoldás, hogy akkor például itt van, hogyha elképzeled, hogy tudsz csinálni olyan féregjáratot, hogy
ugye megint csak lokálisan nagy energiasűrűség kell, hogy begörbítsd a térédet, de akkor azt rögtön két irányból kell csinálni, hogy a két hupli, két bemélyedés ezen a képzeletbeli gumilepedőn úgy összeérjen, és akkor csináljon valami ilyesmit, mint egy bögrének a fogója. Na, és akkor azokat úgy megcsinálnád például nem gravitációval, hanem mondjuk nagyon gyorsan forgatsz valamit, ezzel hozod létre az energiasűrűséget, és akkor létrejön ez az Einstein-Rosen híd nevű valami. Na most, akkor most jön a poén. Képzeljük el, hogy az egyikünk felszáll egy űrhajóval, de úgy, hogy elviszi magával a féregjárat egyik végét. Tehát az a kijárat, mert ezt meg lehet csinálni elvileg, hogyha már megvan a féregjárat, akkor ezt tudod nyújtani, mint a rétes tésztát, és akkor az egyik elmegy, az egyik ember, és a másik pedig ugye ott marad a földön, de mondjuk képzeld, hogy keresztül látsz a féregjáraton. És akkor a haverod az űrhajóval a féregjárat egyik végével az elmegy sok fényévre, és ezért aztán persze elvileg te tőle nem tudhatsz meg információt. És ugye ne felejtsük el, hogy mondjuk, ha ő ráadásul közben nagyon gyorsan utazik, akkor neki ráadásul más sebességgel telik, úgymond tőlünk nézve, az órája. Ugye ez az Iker paradoxon, ez az, amit az Androméda köd felé utazás esetén is említettünk. Na de képzeld el, hogy milyen okságsértő megoldásokra ad lehetőséget, hogyha közben te keresztül látsz ezen a féregjáraton. Tehát, hogy közben ő egyébként idődilatációt szenved, úgymond, mert hát másik rendszerben van, de közben lényegében van ez a féregjárat, amin keresztül te átlátsz. És akkor itt kijön olyan, hogy olyasmit láthatsz, ami a te rendszeredben megelőzi az okságot. Tehát ilyen értem. A jövőbe? Hát végül is igen. De nyilván több okból ki fog derülni, hogy ez nem működik, de nem olyan szép, hogy miért nem. Szóval igazából az van, hogy amennyire én tudom, ugye a klasszikus Schwarzschild megoldáson alapuló féregjárat az instabil. Ami azt jelenti, hogy nem, tehát még azelőtt összeomlana egy ilyen, hogy keresztül megy rajta az információ. Vagy mondjuk az, hogy az ember keresztül megy, az aztán meg főleg. Tehát ugye az még lassabban halad. Mert nem stabil. És akkor kérdés az, hogy mivel lehetne stabilizálni? Energiával. Energiával, de milyen energiával? És akkor megint itt tartunk, hogy negatív energiasűrűség. Beírtam az ötöst. Az Ádám azt tudja, igen. Tehát ugyanaz a probléma, mint az Alcubierre Drive-nak az elején itt is fölmerül. Bár azóta azt hiszem, vannak olyan megoldások itt is, hogy nem feltétlenül kell. De a kérdés az, hogy ezt a negatív energiasűrűséget, amivel stabilizálni lehetne egy ilyen féregjáratot, ezt vajon mivel lehetne biztosítani? Részecske gyorsító? Hát, de kérdés, hogy mi az a részecske? Tehát, hogy jelenleg a standard modellben, a világ ismert részecskét leíró modellben nincsen ilyen negatív energiasűrűségű anyag. Ami persze tök jó lenne, mert a sötét energia problémához is egy csomó mindenhez hasznos lenne, ha lenne ilyen, de jelenleg nincs. Ez nem azt jelenti, hogy lokálisan nem lehet pici negatív energiasűrűség, mert itt van ez a Casimir effektus nevű fizikai jelenség, ami lényegében azt mondja, hogy ugye a vákumnak is van energiája egyébként. Ugye a kvantum elektrodinamika nevű gyönyörű tudományból kijön, hogy bizony van ez az éruspontti energia, ugye Egeri György kedvenc szókapcsolata, de most őt hagyjuk ki a témából. Szóval a lényeg, hogy ott, hogyha például veszel két vezető fémlemezt, és közel teszed őket egymáshoz, akkor azt fogod tapasztalni, most nem megyek bele mindenki érdekében a részletekbe, hogy lényegében az üres térnek az energiája a két lemez között kisebb lesz, mert a két lemez közé nem fér be, úgymond minden hullám hosszú fluktuációja a vákuumenergiának, ami mindenféle hullám hosszú egymást kioltó fluktuációkat és vibrálásokat tartalmaz. A két lemez között emiatt viszont oda nem fér be mindegyik fajta, egyszerűen fogalmazva, és emiatt aztán elkezdik egymáshoz közeledni ezek a fémlemezek, vagyis ott bizonyos értelemben a vákuumenergiához képest kisebb energia, vagyis
átlagosan negatív energiasűrűség van, és ez az a negatív energiasűrűség, ami összehúzza a lemezeket. Tehát igazából létezik ilyesmi jelenség, de ez nem oldja meg azt a problémát, ami itt kéne, hogy itt nagy mennyiségben kéne koncentráltan elhelyezni, tartósan. Ugye a Star Trekben antianyagot használnak. De annak se negatív az energiája. Tehát igazából az se megoldás valójában. Igen. Na most azért nagyon jó dolog az antianyag, persze. Ezt ne felejtsük el, hogy azért, hogyha azt nézzük, hogy például mivel lehetne klasszikus módon haladni, akkor ugye nyilván mi a legnagyobb, a klasszikus rakéták. Ugye a rakéta az hogy működik, az, hogy a rakéta mennyire megy előre, azt határozza meg elsősorban, hogy amit kilök anyag, az milyen gyorsan áramlik ki. Most mi az, ami a lehető leggyorsabban tud áramlani az ismert anyagok közül, ugye a fény. Na most ez az alapja a fotonhajtómű ötletének, ami lényegében azt jelenti, hogy óriási nagy energiasűrűséggel persze, de lényegében a fényt használjuk tolásra, tehát ez nem az, hogy bekapcsolod a zseblámpát, és akkor érzed, hogy így visszarúg, tehát nem ez nincs ez a hatás, de amúgy létezik, csak nem érezzük. De az a mondás, hogy persze nagyon nagy energiájú fénynyalábot kéne csinálni. És nem. Hogy csinál az ember bazi nagy energiájú fénynyalábot? Hát úgy, hogy anyagot, antianyagot ütköztetsz össze, és akkor a teljes energiája, ami a tömegben van tárolva, mondjuk, mit tudom én, elektronokat pozitronokkal összeeresztesz, és akkor az anyag teljes tömege átalakul, az MC négyzetképlet szerint teljes egészében átalakul. Tudjátok követni, ugye? Vagyis fényén. Hát most szerintem annyira... Nem, tök jó. Felteltek egy nagyon naív szőkenői kérdést, hogyha... Neked az eredeti hajszíned a szőke. Hogy nem, még minden szőkenőnek. Ja. Hogy most kiverted a fejembe a kérdést. Szóval, hogy azt akartam kérdezni, hogyha fénnyel működne, akkor nem lehetne lézert használni, hogy az egy... De, hát a lézer is. De ez igen, nagyon azért jó mondom, kérdés. Hogy a lézer az... De a lézert is lehet használni, de akkor még jobbat mondok, mert akkor nem is kell magunkkal vinni. Tehát a fotonhajtómű, amit mondtam, az ugye az az ötlet, hogy igazából összeereszted az anyagot, a tömege teljes egészében átalakul nagy energiai sugárzásra, tehát gamma sugárzásra, és az baromira gyorsan tud tolni. És amikor a csillagászok látták, 60-as évektől kezdve elkezdték észlelni ezeket a rejtélyes gamma felvillanásokat az égen, amikről akkor még nem tudták, hogy ilyen aktív galaxis maguk belsejéből jönnek, akkor komolyan felvetődött ötletként, hogy lehet ez az, hogy ez a bizonyíték, hogy E.T. éppen bekapcsolta a fotonhajtóművet. Wow. Na, de most sajnos van már ennél, hát nem kevésbé érdekes, de mondjuk nem annyira science fiction jellegű magyarázat. Na, viszont a lézer tolás az marha jó, mert ugye, és mondjuk ez a, hát ez még persze nem az Enterprise űrhajó, de azért, hogyha azt kérdezitek, hogy én mire fogadnék, hogy hogyan tudunk leggyorsabban eljutni mondjuk 50, vagy inkább mondjuk 100 éven belül egy közeli csillag vidékére, de nem úgy, hogy mi emberek, hanem nagyon pici kis mikroszondák, akár néhány grammos pici kis valamik, olyan, mint mobiltelefonnál is kisebb pici csippek, hogy viccesen ezeket úgy szokták hívni, hogy Starship, hogy a Starshipre rímeljen, de Starship, egy pici. A szó vicc, be kell dobni egy ezerest amúgy. Ja, okay. Itt van egy virtuális kalap. Virtuális ezerest. Igen. Oda felbímeljük az ezerest. Na, szóval az van, hogy igen, tehát a Földről, vagy az űr, nem is a Földről, mert ott... Bonyolultabb, mert a Föld ugye forog. Igen, tehát. Minden baja van a Földnek. Szóval az űrbe kéne telepíteni egy marha nagy lézerágyút, fókuszált lézerre tolni azt a pici kis, pici tömegű csippet. De ez egy pici, pici gyorsítás, de tehát egy kicsi gyorsulás, viszont sokáig hat. És nem neked kell magaddal vinni az üzemanyagot, tehát tiszta haszon. És ezért aztán simán... A számítások szerint ugye mi az a Breakthrough Starshot nevű ötlet, ami egy Amerikában szakadt orosz-izraeli milliárdosnak a projektje, és ilyen arcokat győzött meg, mint a megboldogult Stephen Hawking, vagy az Avi Leib is benne van, meg ezek az arcok vannak ott a tanácsadó bizottságban. De ez a Starshot... Ember barátjáról, csak mondom. Jól van, hát az Avit azt bírjuk. Imádjuk. Na,
hát direkt szereti provokálni az embereket mindenféle hülyeséget, de hát ő ebből él. Na, de várjál, tehát a mondás az, hogy a számítások szerint ezzel akár a fénysebesség 20%-ára fel lehetne gyorsulni, ami azt jelenti, hogy ezt a kis bigyót el lehetne juttatni egy megvárható idő, tehát 20 év alatt a legközelebbi csillaghoz, a Proxima Centauri környékére, aminek ugye tudjuk, hogy van egy földtípusú potenciálisan lakható kísérője, a Proxima Centauri 1b. Úgyhogy marha érdekes lenne, hogy eljutni. Aztán az igazából az a vicc, hogy nem is ez a legnehezebb része ennek a projektnek, hanem az, hogy hogy küldött haza az adatot. Tehát, hogy képzeld, egy ilyen pici bigyóba helyezett rádióvevő, vagy rádióadó által hazaküldött információ, ahogy ott elrepül és csinál néhány képet, ez tök jó lenne. Ugye arról esély sincs, hogy ez oda leszálljon, vagy ilyesmi, olyan nagy sebességgel, csak hogy fuss átszáguld az egészen. A kérdés az, hogy hogy küldi haza az adatot, úgyhogy ezt így mi tudjuk detektálni, de hát erre mondom, hogy erre még kell 50-100 év, de itt simán se olyasmi van, amit ha nagyon akarnánk, akkor szinte már jelenlegi technikával is meg lehetne csinálni. Igen. Én csak vissza akartam volna térni egy kicsit ahhoz, hogy azt mondta Miklós, hogy a Star Trek hatott a tudományra, hogy egyébként az nem véletlen, mert amikor elkezdték csinálni, akkor ugye kutattak is abban, hogy merre felé tart a tudomány, és akkor találtak ki olyan dolgokat, ami még nincs, és visszahatott természetesen, mert akik mondjuk akkor gyerekek voltak, elmentek mérnöknek, meg akármilyen tudományos pályára, elmentek a tudósképzőbe, és akkor végeztek. És kutatónak, hogy, mert azt szoktuk mondani, az hogy jó. Azt hívott tudósnak, aki már meghalt. és hogy azért hatott vissza rájuk, mert hogy ugye nyilván ők meg akarták valósítani azt, amit láttak gyerekkorukban mondjuk a sorozatban. És hogy ennek van egy olyan oldal, hogy most is vannak szakértői a Star Treknek, akik fizikusok akár te is lehet. De jó pénzért leírnak bármit. Hát mondom, lehet, hogy ez az alkupiális. Lehet, hogy annak épp nem volt, tehát lehet, hogy most nem tudom, kiválja magára a napot megkerülő Klingon hajót, ami ide utazik. De tényleg egyébként ez csodálatos, mert itt tényleg az van, hogy ezt akkor még nem lehetett tudni. Egyébként már az eredeti sorozatban is warp drive volt. Térhajtómű volt. Egyébként az eredeti sorozatot, amikor az első rész kijött, akkor azt egy ilyen conventionon vetítették le, tehát nem a tévében ment először. És, Cage? Igen. Uh-huh. És nem a Cage. A Cage az nem ment le soha. Na, ezt kérdezem, hogy nem, az nem. Nem. Mi a címe? Nem a... Valaki? Ötösér? Igen. Köszi. Ahol ember még nem jár, hogy meglegyen a felvétel, és mondjuk. Ahol ember még nem járt az előtt. Így rendezem a podcastjaink, ezt is egyébként. És hogy ezt látta Asimov, és ő írt erről egy nyílt kritikát, és pont azt írta, hogy ez a sorozat, hogy tudománytalan, és hogy mennyi minden pontatlanság van benne. És Gene Roddenberry szerencsére nem megsértődött, hanem írt neki vissza, hogy köszönjük szépen az észrevételed és a kritikádat, és hogyha megtennéd, hogy adsz egy pár tanácsot, akkor azt nagyon szívesen fogadnánk. És Asimov egyébként tényleg adott folyamatosan tanácsot a régi sorozathoz. Abban nem volt kiírva még a neve, de az a TNG-nél már igen. Sőt, a TNG-ben nem véletlenül van pozitron agya a Data-nak, mert hogy az egy Asimov robot. Így van, igen, ez marha jó. Én is egyszer annak idején megfejtettük már, hogy a pozitronikus agyarok, mert ír ugye az Asimov mindig, ez tényleg a Star Trekbe is utat talál. De azt nem tudtam, hogy ennyire direkt. Tehát nem tudtam, hogy azt hittem, hogy csak úgy tiszteletből, hogy olvasták az Asimovot, és beletették. Nem tudom, hogy konkrétan tanácsadóként is funkcionál, ez zseniális. Én egy pillanatra visszatérnék még ez a lézeres dologhoz, mert amit felvázoltál, mint hajtásmód, az gyakorlatilag ugyanaz, mint az ionhajtómű, csak fordított ionhajtómű. Hát, mármint, hogy ott is ugye gyakorlatilag egy folyamat, kismértékű, de folyamatos. Igen, abból hosszú, a szempontból igen. Igen. Ugye, melyiket választanád, bocsáss meg? Hát ezt a fénytolást. Ugye az ionhajtómű... Fénytolni jobb, mint ionhajtóműzni? Hát az, ugye megint az van, hogy az ionhajtómű neked kell magaddal vinni. Tehát az ionhajtóműnél... De most mekkora lehet egy ionhajtómű? Ekkora?
Ne, hát most jelenleg is vannak űrszondákon ionhajtóművek. Tehát ez, de nem az... nagy, bocs, tehát hogy a technológia az itt, tehát hogy jó, előbb látok de, ionhajtóműves de, szondát. De várjál, tehát van azért, például, mit tudom én, van egy xenon gázzal működő ionhajtómű, mondjuk tegyük föl. Na most, elkevinem a gázt. És akkor ugye az van, hogy persze ott is az van, hogy az igaz, hogy ionizálja az ember a gázt, és akkor ugyanúgy, mint ahogy a régi katócsugár csöves tévék működtek, ugye ugyanaz, hogy ott van egy ilyen egy pici részecske gyorsító, és az felgyorsítja, és akkor utána kilép a részecske, és elmegy. És az a jó az ionhajtóműben, ja, előtte még vissza kell nyomni rá az elektront, mert különben negatívan feltöltődne az űrhajó, szóval ez még van egy kis trükk, mert különben nem tudna kimenni. Tehát gyorsan mielőtt eladja a hajtóművet, még semlegesíteni kell a részecskét, különben nem lenne jó. Mindegy, a lényeg az, hogy kiáramlik, de hát az a te üzemanyagod, ami folyamatosan áramlik ki. Kétségtelen tény, hogy azért szeretik az ionhajtóműveket, ezt jól mondod, hogy abból a szempontból nagyon hasonlít, hogy ott is az van, hogy egy nagyon pici gyorsulás van, tehát mit tudom én, egy newtonnyi gyorsulás, tehát egy 1/10 kilónál sose csináltak szerintem még nagyobb tolóerőt ionhajtóművel. Jellemzően ezek tényleg még ennél is kevesebbel, tehát kb. Olyan erővel tolják előre az űrszondákat, mint egy papírlapnak a súlya. Na de folyamatosan, tehát hogy nagyon pici gyorsulás, éveken keresztül az tényleg hasznos tud lenni, de attól még ott tényleg neked kell magaddal vinni a hajtóanyagot. És azért persze ahhoz, hogy ha el akarnád ezzel érni valamilyen relativisztikus sebességet, vagy fénysebesség 10%-át, akkor azért az ionhajtóműbe is nagyon sok hajtóanyagot jelentett. Persze egyébként még amúgy voltak gigantikusabb tervek, a magfúziós hajtómű, ugye a Daedalus űrszondának a tervét, azt megcsinálták még a Brit Bolygóközi Társaságban, még a 70-es évek végén. Ugyanazzal Orion a terv, mondtad? Az hát Orion nem terv az atombomba robbantásokkal. Hát az egy, még egy, az talán még ennél lassabb lenne, de hát a naprendszer felfedezésének az lenne egy remek módja, hogyha persze nem lenne... Nem gázatomot vinni igen, az hogyha nem lenne, hogyha nem lenne mondjuk ilyen furcsa vonatkozás annak, hogy hidrogén bombákat robbantgat maga mögött egy űrhajó, és végül azoknak a nyomásától halad előre. Ugye hát ez egy teljesen valid, megvalósítható koncepció volna. Egyszerűen azért állították le, mert ugye a kozmikus fegyverkorlátozási egyezmények életbe léptek a 60-as években. A Freeman Dyson fizikus volt az egyik vezetője ennek az Orion Projectnek. A Daedalus Project az egyel jobb. Ott nem azt mondta, hogy hidrogénbombákat kellene robbantgatnunk magunk mögött, hanem hogy fúziós reakcióval, de így kordában tartott módon, tehát nem robbantgatva, hanem egyszerűen egy fúziós hajtóművet tervezett. Tehát akkor kiderült, hogy persze ahhoz valami több ezer tonnás űreszközről volna szükség. Most ehhez képest a másik, ott nincs fizikai akadály igazából, csak a világegyetem minden pénzét rá kéne költeni. És ehhez képest ez a másik véglet, ez a küldjünk kicipici, de okos dolgokat, amiket egyszerűen odatolunk egy lézernyalábbal, és akkor ebből lehet küldeni egy csomót. Tehát mondjuk ugyanannak a lézernyalábnak a hátán el lehet küldeni több ezer ilyen pici szondát, és sokkal egyszerűbb felgyorsítani. És hogy Elon még nem építi ezt a berendezést? Hát miért nem építi? Hát honnan nem, tudod? Nem tudom. Nem hát, te se tudsz mindent. De elég nehéz tudsz egy Teslát tolni mondjuk egy ilyen lézernyalábbal. Ez igaz. Igen. Hát most elsősorban most a naprendszert szeretné teleszülni, vagy hogy mondják ezt. Igen, jó. Oké. Hát ez egy olyan műfaj, hogy így mindig csináljuk ezeket, amikor csinálunk egy ilyen rendezvényen egy beszélgetést, akkor mindig az van, hogy egy ilyen egy órás szlotba rakjuk ezt a beszélgetést, de mindig kiderül, hogy azért erről jóval-jóval többet lehet beszélni, és hát beszélünk is erről amúgy a Parallaxis című műsorunkban a Miklóssal, meg a csapattal, de hát ez nem a Patreon változat, ahol a hosszabb jobb, úgyhogy hát ez a beszélgetés sajnos véget ért, de hát ez a jelmondatunk. Szóval, hogy ez a beszélgetés most sajnos véget ért. Ő találta ki. Igen. Hát én vagyok a kreatív, vagy ja. Látszik, köszönöm szépen. Köszi, hogy beégesz, semmi gond, de semmi nem viccelek. Szóval nyilván ezt nagyon hosszan lehetne becsetelni, de még egy utolsó kérdésem van. Először hozzád, Magdi, neked melyik a kedvenc tudományos technológiád a Star Trekből? Amit tudod, amikor van az a kérdés, hogy mondjuk milyen szupererőt
választaná. Talán kérdeztem is valamilyen műsorba egyszer ezt, vagy karácsonyi műsorba, de mondjuk ilyen tekintetben mi lenne az a technológia, amit így megfognál és áthoznál? Hogyha a mindennapi életemben lenne, tehát hogy nem az mondjuk, hogy legyél az... önző, semmi gond. Akkor én az átsugárzót választanám, mert is mindig időben lennék ott mindenütt. A sugárvezérlésű szállítóra az. Gondolsz? Mert hogy az utazással rengeteg időt eltöltök, és teljesen feleslegesnek tartom is. Tök jó lenne, ha egyik pontból a másikba csak úgy átmennénk. És neked, Miklós, amennyire ismered? Hát persze, ez a térhajtómű, hát ez kéne. Amúgy ezzel egyébként a Magdi probléma is megoldható. Tehát, hogy az átsugárzón kívül, hát nem, hát hogy azzal is meg tudod oldani elvileg, hogy időben odaér. Csak jól magad váltasz magad alá. Ne felejts el az oktogonnál teret váltani. Ja, igen. Hát igen, kéne ilyen kis kézi verzió, tudod, ilyen kis zseb téridő torzító. Na most kellemetlen helyzetbe hoztál, mert beégett, nem viccelek, de most én is egy kicsit kellemetlen helyzetbe hoztak. Maradsz még egy kicsit itt? Lehet veled beszélgetni a rendezvényen, vagy rohansz? Hát nem tudom mennyi az idő, de még egy picit maradok. Persze. De az idő relatív. Ja. Hoppá! Attól függ hol. Hoppá! Na. Gyönyörű végszó, köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és folytatjuk a napot, úgyhogy köszi. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.